A mai videóban azt nézzük meg, hogy a különböző ételcsoportokból fogyasztott mennyiségekkel és a fogyasztási módjukkal hogyan lehetünk hatással az egészségünkre. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ha javítani akarunk egészségi állapotunkon, amellett, hogy milyen az elfogyasztott ételeink minősége, legalább annyira fontos az is, hogy miből mennyit, mikor és milyen kombinációban eszünk és iszunk. Kezdjük a fehérjékkel. A húsok, a szárnyasok, a marhahús, a halak. A fehérjéből nincs nagy mennyiségre szükségünk, még akkor sem, ha intenzíven edzünk, sportolunk. Testsúlytól függően napi 30 és 40 g közötti fehérje mennyiséget tud a szervezetünk kiegyensúlyozott módon feldolgozni, tehát ha ennél sokkal többet eszünk rendszeresen, az folyamatos terhet jelent a májra és a vesékre, így egy idő után meggyengülhetnek. Ha megeszünk mondjuk egy nagy tál pörköltet, azzal már nagy valószínűséggel elérjük ezt a mennyiséget, vagy túl is lépjük. 100 g marhahúsban kb. 20-25 g fehérje van, tehát mondjuk egy 150 g-os hambi marhahússal 30 g fehérjét pótolhatunk. A fehérje szükségletünk nagyban függ az életmódunktól is, például erős stresszkitettség esetén megnő a fehérje iránti igény a szervezetben, idősebb korban pedig már az a probléma, hogy a nagyobb mennyiség az állati fehérjéből, az fokozott terhet jelent a máj és a vesék számára. Csökkentsük vagy növeljük a bevitt húsmennyiséget, és figyeljük meg, hogyan változnak a folyamatok a szervezetünkben, így be tudjuk lőni az ideális napi adagot belőlük. A következők a zöldségek, amelyek alatt elsősorban a keresztes virágú zöldségeket értem, mint a káposzta, a kelbimbó, a leveleske, a rukkola, mángold, sóska, retek, brokkoli, karfiol és mások. A zöldségek először is fontosak a fehérjék mellé, tehát a húsok mellé, mert nagy támogatást adnak a májnak és a veséknek, így ha együtt fogyasztjuk a húsételekkel, leveszik a terhet a két fő kiválasztó szervünkről. A zöldekből a napi ideális mennyiség 200 és 400 g között van testsúlytól függően. Ez azért egy jelentős mennyiség, én sem eszem meg ennyit minden nap. Például, ha leveles zöldségről van szó, akkor egy ekkora tál saláta, mint ami most itt a képen látható, ez kb. 200 g. Káliumot, magnéziumot, nyomelemeket, fitonutrienseket, polifenolokat, zsírban és vízben oldódó vitaminokat a zöldek segítségével tudunk a leghatékonyabban pótolni, és ez a 200 és 400 g közötti mennyiség az, ami a testünk egészséges működéséhez szükséges mennyiséget tartalmazza ezekből az előfelsorolt mikrotápanyagokból. A másik nagyon fontos összetevő a zöldekben a rost, ami a hasznos bélbaktériumok számára a lehető legjobb táplálék, tehát ha eszünk elegendő zöldséget rendszeresen, azzal fent tudjuk hosszú távon tartani az egészséges bélflórát, ami az immunrendszerünk hatékony működéséhez a legfontosabb feltétel. Lényeges, hogy a zöldségekhez például, ha egy salátáról van szó, adjunk hozzá zsírokat, zsírféléket is, és itt érkeztünk el a szükséges zsírmennyiséghez. Azért jó, ha teszünk a salátára olívaolajat, vagy pirított szalonnát, vagy sajtot, mert ezek a magas zsírtartalmú ételek elengedhetetlenek a zöldségekben lévő zsírban oldódó vegyületek, például a beta-karotin, az E és a K-vitaminnak a felszívódásához. Magas zsírsavtartalmú ételekből minél többet eszünk, annál kevesebb szénhidrátra lesz szükségünk, mert a zsírok sokkal hosszabb ideig adnak energiát, tehát később leszünk éhesek, és lényegesen jobb energiaforrást jelentenek a szénhidrátokhoz képest. Halételek, makréla, csukamáj, hering, szardínia, bár ugye a halakban sok fehérje is van, de jó omega-3 zsírsavforrások, tojás, mangalica szalonna, mangalica oldalas, avokádó, vaj, olívaolaj, húsleves, sajtok, fetasajt. A szénhidrátokból, tehát gabonaételek, burgonya, rizs, kukorica, cukor, a legjobb, ha egyáltalán nem eszünk a főételhez, vagy csak nagyon-nagyon keveset. Az édességet, süteményt, édes gyümölcsöket, szénhidrátokat célszerű a főétkezés után legalább egy fél órával fogyasztani, azért mert a szénhidrátot, tehát a cukrokat, ha kombináljuk a fehérjével és a zsírral, azaz mondjuk húsokkal rizst, burgonyát, kenyeret eszünk, az lényegesen nagyobb inzulinválaszt eredményez a szervezetünkben, mintha
csak a szénhidrátot magában vinnénk be, az a sokkal nagyobb teher rakódik a májra és a többi belső szervünkre ilyenkor. Tehát az édes gyümölcsöket, a mézet, a süteményeket, az édességet a legideálisabb, ha az alacsony szénhidrát tartalmú főétkezés után legalább egy fél órával fogyasztjuk. A következő ételcsoport az erjesztett zöldségek, mint a savanyú káposzta, a kovászos uborka, vagy az erjesztett tejtermékek, mint a kefir, a joghurt. Az erjesztett ételekből egy adott étkezés során nem kell nagy mennyiségeket bevinni, inkább az a fontos az esetükben, hogy hetente több alkalommal fogyasszuk őket, azaz rendszeres legyen a bevitelük. Ha a főétkezés előtt teszünk egy kisebb adag zöldséget vagy erjesztett zöldséget, azzal csökkenteni tudjuk a főétkezés mennyiségét, főként a fehérjékből nem fogunk annyit kívánni. Más szóval az étkezés előtti zöldségbevitellel növelhető a jól lakottság szintünk, kevesebbet fogunk enni a főételből. A magvakból, illetve a magvakból készült termékekből a legtöbb ember számára nem jó, ha folyamatosan nagy mennyiséget fogyaszt, leginkább azért, mert a bennük lévő fitinsav irritálja az epét, így a nagyobb mennyiség nagy stresszt rak a májra és az epére, amit érezni is lehet, ha mondjuk bevágunk egy nagyobb tál diót. Legjobbak a makadámdió és a pekándió. Magvak esetén lényeges, hogy frisset fogyasszunk, mert ugye avasodnak, és a megavasodott magvakkal inkább csak több kárt okozunk. Mogyoróvaj, mandulavaj és mások esetén nézzük az összetevőket is, ne tartalmazzanak ízesítőket, hidrogénezett olajokat, csak a vaj legyen és max só hozzáadva. A magolajokból, mint dióolaj, mandulaolaj, napraforgóolaj, mákolaj, stb. Szintén nem túl jó a nagy mennyiség, ha hidegen sajtot, ha nem, mert nagyon magas az omega 6 tartalmuk, melynek túlsúlya az omega 3-hoz képest jelentősen növeli a gyulladások esélyeit. Minden étel esetén rendkívül fontos a megfelelő ideig történő rágás, mert minél kisebb adagokban nyeljük le az ételeket, annál kisebb lesz a teher a gyomron és a beleken, gyorsabban halad át az étel, és így ugye több tápanyag tud hasznosulni. Minél gyorsabban halad át az étel, és minél hatékonyabb a hasznosulása, annál kisebb a gyulladások, az allergiák kialakulásának az esélye. Itt ajánlom a figyelmetbe a gyomorsavról készült videókat. Ne ígyunk vizet vagy más folyadékot az étkezés után legalább egy 20-30 percig, mert a folyadékkal felhigítjuk a gyomorban a savat, így csökken a koncentráltsága, és ezáltal lassabb lesz az ételeknek a lebomlása. Az időszakos bőtölés nagy mértékben javítani tud az emésztésünkön, mert amikor nem eszünk, a gyomorsav koncentrálódik, felerősödik, a bélrendszerünk és a májunk regenerálódik, ami azt eredményezi, hogy amikor a bőt után először eszünk, sokkal hatékonyabb lesz az egész emésztési folyamat. És végezetül van még egy nagyon fontos alapelv, minél magasabb a tápanyag tartalma egy adott ételnek, annál jobb és hasznosabb a szervezetünk számára. Súlyra ugyanannyi leveles kell, vagy mondjuk brokkoli, 10-szer több tápanyagot tartalmaz a szupermarketekben lévő iceberg salátákhoz képest például. Egy szabadtartású csirkétől származó tojás 50-szer több vitamint tartalmaz mondjuk a csirkemellhez képest. Egy virslinek a tápanyagtartalma értelmezhetetlen súlyra ugyanannyi tonhalhoz, vagy mondjuk lazachoz képest. Köszönöm, hogy végignézted a videót, remélem hasznos volt. Találkozunk a következő videóban. Addig is az egészség legyen veled!